A Városliget mellett a Lendvai utcai villa azon épületek közé tartozik, amelyet magánberuházás keretében újítottak fel, és amely most visszakapja egykori funkcióját és a korábbi kávéház, most a Hősök árnyékában bisztróként éled újra. A századelő hangulatát idéző épület modern belső köntöst kapott, ahol az offline térben történő találkozásokat kívánják elősegíteni, élővé tenni mindazt, ami a mából kezd hiányozni, a pezsgő társasági életet, közösen megélt élményeket és a személyes eszmecseréket. A hely mindig is kávéházként működött. Kihívást jelentő feladat a bisztró számára, hogy újraélesszék mindazt, ami kiveszett. Nem véletlenül telt el annyi évtized polgári kávéházi kultúra nélkül. A II. Világháború után a szocializmusnak nem tartozott a legfőbb eszményképei közé, hogy polgári kávéházi kultúrát hozzon létre, mert hogyha jobban belegondolunk, akkor minden jelentős európai forradalom kávéházból indult. Angol polgári forradalom kávéházból indult. Bécs, pesti 1848-ban. Kávéházból indultak el. Ezért ezt gondolom igyekeztek megelőzni, hogy ezek a találkozások megtörténjenek. És természetesen a kávéházi kultúrának a miértjei is átalakulnak időközben. A zenész producer Lotfi Begi szerint ezen a helyen a régmúlt és a modern jelen találkozik. És a modern belső a polgári lét hangulatával keveredik. Én amikor először voltam itt még a megnyitó előtt, akkor nem volt ennyire végleges állapotában, de már akkor is rögtön elnyerte a tetszésemet. És hát van egy különleges hangulat ennek a helynek. Maga is fellépett már ilyen kis helyen, és a jövőben itt is tervezi. Egy vacsora után zenélni kis közönségnek egészen más élmény. Hát ugye, amikor az ember 4-5 ezer ember előtt játszik, akkor egészen más szettel készül, egészen más zenéket kell, hogy játszon, mint amikor egy ilyen meghitt bensőséges 50 fős helyen kell zenélnie, úgyhogy itt sokkal úgymond érzékenyebb a dolog, és sokkal jobban oda kell figyelni a közönségre is. Szente Vajk szerint minden olyan kezdeményezés fontos, amely ezeket a találkozási pontokat erősíti. Mindennek örülni kell, ahol ha csak egy ekkora színpad is van, de van, és a kultúrát lehet terjeszteni, meg kell találni azokat a megfelelő helyzeteket, megfelelő műveket, amiket egy ilyen helyen, egy felolvasó estet akár, például egy új darabnak a bemutatása előtt. Egy olyan időszakban próbálják meg a társasági életet fellendíteni, ahol az online eszmecserék túlsúlyban vannak, de az emberek talán már kezdik a személyesség hiányát is érezni. Kell törekednünk arra, hogy minél több ilyen offline helyzetet teremtsünk. Komment érájában van az emberiség most, és nem a teremtő érájában, hanem nagyon kevesen vállalkoznak arra, hogy teremtsenek valamit, legyen az én esetem mondjuk egy színházi előadás, vagy egy film, más esetben egy ilyen bisztrónak a kialakítása. Vélemény viszont annál több van erről. Azt hiszem, hogy ezt meg kellene fordítani, ezt a százalékot. Ring the fairy tales.